A Pentagon titkai. Hosszúhajú. Dan Ellsberg. Lansdale-nek dolgozik a követségen. Megfigyelő. Indulás! Gyerünk, indulás! John! Szervusz, John. Jól vagy? Igen. Tessék, vedd fel. Vigyázz, mi fogok. Sok szerencsét. Nem lesz semmi. Dan! A miniszter úr hivatja, jöjjön velem. Felőlem azt mond az elnöknek, amit akar. Elolvastam Ellsberg valamennyi jelentését, és egyértelműen nem ez a helyzet. Dan, ismeri Mr. Comert? Az elnökkel egyeztetett a háborúról, és az ő benyomása az volt, hogy az elmúlt évben sokat haladtunk, míg én úgy ítéltem meg, hogy rosszabbul áll a szénánk. De mi nem vettünk részt a harcokban, csak ön, szóval a véleményét kérjük. Jobb vagy rosszabb lett a helyzet? Nos, védelmi miniszter úr, engem az döbbentett meg a legjobban, hogy semmi sem változott. Na látja, pontosan erről beszélek. Ha újabb 100 000-eket küldünk is a harcmezőre, nincs előrelépés. Ez számomra azt jelenti, hogy rosszabb a helyzet. Köszönöm, Dan. Uraim, nem készültem beszéddel, de boldogan válaszolok a kérdéseikre, ha egyenként tessék fel, Jim. Miniszter úr, az útján látottak alapján optimista vagy pesszimista a háborúval kapcsolatos győzelmi esélyeinket illetően? Azt kérdezi, optimista vagy pesszimista vagyok? Mondhatom, hogy az elmúlt egy évben a hadi sikereink felülmúltak minden várakozást. Vietnámban biztatóan alakul a helyzet. Minden tekintetben sokat haladtunk. Külön örülök, hogy Bob Comer is velünk tartott az útra, és saját szemével láthatta, mi történik a harcmezőkön, és milyen nagy sikereket értünk el minden téren. Derek!
Az Egyesült Államok és Vietnám kapcsolatai szigorúan titkos, bizalmas. Jó étdem! Jó étdem! Jó ét, fiúk! Minden oké, Dan? Igen, igen. Azt hittem, itt hagytam valamit, de nem. A Melrose-nál balra. Köteleztük magunkat egy igazságos és békés világrend mellett, az ENSZ égisze alatt. 1950. május 3-a. Truman elnök 10 millió dollár katonai segélyt hagyott jóvá Indokínának. Amerika vezetői tekintélye múlik azon, hogy hogyan használjuk az erőnket a világ béke előmozdítására. Aggódom a 6. cikkely miatt, amely felhatalmazást ad a vietnámi választások befolyásolására. A világ tudja, hogy az Egyesült Államok sose indít háborút. 1961. május 11-e. Kennedy elnök teljes körű vizsgálatot rendel el a Védelmi Minisztériumban az amerikai erők esetleges vietnámi bevetéséről. Nem fogunk amerikai fiúkat küldeni 10-15 ezer kilométerre az otthonuktól, hogy ők végezzék el azt, amit az ázsiai fiúknak maguknak kellene. Johnson elnök úgy döntött, hogy folytatja Kennedy politikáját. Hadművelet csak politikai kontroll alatt indítható. Átvehetnénk újra. Átvehetnénk a számokat, csak még egyszer. Hány részvényt kínál a cég eladásra? 1.350.000 részvényt. Milyen ártartományban? 24.50 és 27 dollár között mozoghat az ára. Nem kimondottan nagy különbség. Nekik, de tudod, a bankárok mindig babrálnak az árakkal. Nekünk ez több mint 3 millió dollárt jelent, ami 25 jó újságíró 5 évi fizetésének felelhet meg. Helyes, de miért erre költenénk? Önök kevesebb profitot termelnek, mint a Gannett és a Knight & Reader. A Gannett és a Knight & Reader helyi, monopól helyzetű kislapokat adnak ki. A mi olvasóink a vezető elithez tartoznak, műveltek, többet várnak el, ezért kell nekünk kiváló riporterekbe fektetni. És miért? Mivel a minőség és a profitabilitás igenis kéz a kézben jár.
Látod? Igen. Már betéve tudod. Istenem. Bár igazad lenne. Mert nem kell reggelizni. Igen. Nehogy Paul és Arthur idegesen érkezzen az értekezletre. Sok sikert. És köszönöm, Fritz. Nincs mit. Viszlát odabent. Viszlát, Fritz. Biztos, hogy erre tényleg szükség van? Oh, de még mennyire. Kisfiam, ha hallanád, miket mondanak a tanácsüléseken, mintha kínai úgy beszélnének. Nem, arra, hogy részvényeket adjunk ki. A likvid tőkénk csekély. Épp hogy a költségekre futja. Ilyen a magazinbiznisz. Ez a mi magazinbizniszünk. És azért kellenek részvények, hogy megmaradhassunk és tovább növekedhessünk. Fritz ezt mondja, meg azt is, hogy a család kezében maradhat az irányítás, hogyha... És a nagyapád azt akarta volna, hogy az irányítás csak a mi kezünkben maradjon. Halló? Mrs. Graham? Igen, én vagyok. Adom a személyzeti főnököt. Ki keres? Holdeman. Mrs. Graham, Bob Holdeman. Üdvözlöm, Bob. Akadt itt egy kisebb probléma. Ó. Oh. Bocsánat. Ó, oh, ja Istenem. Ó, oh, elnézést kérek. Jaj, ne haragudjon. Jó reggelt kívánok. Ennyit késni, össze kellett szednem ezt a rengeteg mindent. Aztán volt egy váratlan hívásom. Megesik. Mi van abban a bőröndben? Ben, már mondtam. Ma van a nagy nap. Ma fogunk találkozni a bankárokkal, hisz tudja. Fejemet tenném rá, hogy maga lesz az egyetlen a tanácsteremben, aki elolvasta azt a sok marhaságot. Talán mert csak nekem van rá szükségem. Mi a véleményem Neil Sheehanről? Ó, egek, a Vietnámról szóló riportja egyszerűen szenzációs. Miért? El akarja csábítani őt a Times-tól? Alig, ha tudnánk megfizetni. Feltűnt, hogy 3 hónapja mélyen hallgat. Ó, maga szerint dolgozik valamin? Nos, láttam Ébet egy vacsorapartin múlt héten, és finoman szólva önelégültnek tűnt. Ő mindig annak tűnik. És ki volt az? Kicsoda? A váratlan hívója. Lógva hagytam a sztorit. A fehér ház. Holdeman hívott. Tényleg? Úgy tűnik, az elnök megharagudott, és nem hagyta jóvá Judith belépési engedélyét a Nixon esküvőre. Eszem meg. Bizony. Azt mondták, küldhetünk másik riportert. Tényleg? Ez hihetetlen. Tudom, ez de... döbbenet. De mi? Ez esetben részben igazat kell, hogy adjak az elnöknek, Ben. Esik? Akarná, hogy Judith tudósítson a lánya esküvőjéről? Nos, az én lányom még csak 10 éves. Szerintem Judith elásta magát, amikor besurrant Julie lakodalmára. Csak leckésztetni akarnak. Túl vitriolosan írt. Végül is érthető, hogy leckésztetnek minket. Elvégre Trisha Nixont vaníliafagylalthoz hasonlította. Kétségtelen. Igen. Tény. Miért akarná az elnök, hogy Judith tudósítson a lánya esküvőjéről? Jaj, ugyan már. Én csak... biztos benne, hogy megfelelő a hangvételünk ehhez, Ben? Ó, már megint idejük adunk. Nem, az új stílus rovatunkban igen, néha az igen, elit estélyekről szóló beszámolók is siepések. Keresem az új szerkesztőt. Igen, csak ugyan, mert tudom, hogy erről már beszéltünk máskor is. Női olvasókat veszít el ezzel, tudja? És úgy vélem... Több figyelmet kéne szentelni a női olvasóknak. Ne rágja folyton a fülemet. De... Maga igen. Akarta a munka reggeliket. Igen, igen, és a magáé az újság, és maga a főnököm, és én... Értékelem az építő kritikát, de már negyedszer mondja csak el. Csak azt mondom, talán nem kéne ezt erőltetnünk, és akkor kibékíthetnénk a fehér házat esetleg, oda küldhetnénk valaki mást, mert nem, kétségtelen... Nem küldök oda másik riportert, ez nem én. Nem egy komoly hírben, csak egy esküvő. Ez nem csak egy esküvő, ez az Amerikai Egyesült Államok hadd élvezze a az a lánya nagy és nem hagyhatjuk. Hogy egy kormány szabja meg, hogyan tudósítsunk, csak mert nem tetszik nekik, amit írtunk róluk a napilapunkban. Vajon Éb is presztízs kérdést csinál abból, hogy ki tudósítson az esküvőről nála? Fikarcnyit sem érdekel, miből csinálnak presztízs kérdést a New York Times-nál. Nem igaz, pont egy fikarcnyit. Mert az nálam a nagy büdös, semmi szinonimája.
Mondja, hogy Sihen küldi. Fusson! Sihen küldi. Éb, befutott. Jól van. Brother ír a második Nixon ciklusról. Azt nősz arról, hogy a katonák heroint vettek Saigonban. De Rydernél van a bomba, az FBI potenciális felforgatók listája. Azt tartsd meg délutánra, hívd be Chelt és Judithot. Judith! A felforgatók listája tényleg létezik. Ó, igen. Az igazságügynél is van egy példány, több ezer névvel. Jaylin szerint a Fehérház kitiltotta Judithot. Igen, dolgozom az Szerintünk ez vezércikkért kiállt. Mintha valaki most mondta volna, hogy rajta van. Ha a Fehérház így áll hozzá, ne hívjuk fel rá a figyelmet? Ti láttátok Sheehan-t Kissinger sajtókonferenciáján? Nem. És annál az elhég ügynél? A Times az új srácot küldte. Az új srácot, mi? Szóval Sheehan dolgozik valamin. Igen. Neil már máskor is eltűnt a színről. Nem. Tutira van valamie. Akarod, hogy körbe szaglásszok? Nem. Ehhez te túl értékes vagy. Gyakornok! Dolgozol most valami fontos ügyön, főnök? Nem, Mr. Bradley. Bár amin dolgozunk, az mind fontos, itt a poszt. Persze. Tessék, $40, szállj fel az első New York-i vonatra, és menj el a Times-ba, a 43. utcában. Ne mondd meg, kinek dolgozol, de kerítsd elő a Sheehan nevű riportert. Neil Sheehan? Igen, őt. Derítsd ki, hogy Neil Sheehan mire készül. Ez legális? Maga szerint mivel keressük itt a kenyerünket, fiam? Kérjen számlát a jegyekről. Jó. Jó reggelt, Mrs. Graham. Jó reggelt. Urai, jó reggelt mindenkinek. Jó reggelt, Arthur. Jó reggelt, üdv mindenkinek. Látom, mindenki itt van. Hello, Ray. Jó reggelt. Az én Gelehedem. Köszönöm. Végre nem én vagyok az egyetlen, aki elkészítette a leckéjét. Úgy látom, mind itt vagyunk. Kezdhetjük? Nem lógtál be Nixon másik lányának az esküvőjére, hogy összehozz egy sztorit? Össze is hoztam, de nem lógtam be Julie esküvőjére. Nem, csak a lakodalomra. Utána. Az arabjának nem mindegy, ő tányéronként fizet. Szerintem az amerikai nép fizet minden tányérért. Gyerekítsünk ebből egy sztorit. Igen. Judithnak megint be kéne lógnia. Nem lógtam be Julie esküvőjére. Akkor minek neveznéd ezt? Én leleményes tudósításnak. Jól van, elég, lapozunk, emberek. Hogyan tudósítsunk erről a Nixon Cox esküvőről? Kik vesznek még részt rajta? Adom. Judithnál van a vendéglista. Nem úgy értem, a többi laptól. A Times, a Sun, a Globe, minden országos napilap. Jól van. Akkor felhívjuk őket, mindegyiküket, és elmondjuk, hogy Nixon kizárt minket, és elkérjük a jegyzeteiket. Ben, kizárt, hogy bárki is leadja nekem a drótot. Nem szívességből, szolidaritásból, az első alkotmány kiegészítés védelmében. Megmondjuk, hogy csak úgy védhetjük meg a sajtószabadságot, ha publikálunk.
Valamit nem értek. Abban maradtunk, hogy 27 dollár lesz a részvény ára. Mondtuk, hogy ez a maximum. És elég visszafogott volt az érdeklődés. Akkor legyen 26 dollár az ára, esetleg 25-70. Nos, Paul, úgy érezzük, hogy a 24-50-es ár lenne észszerű. Csak pár dollár különbség. Ez nem csak pár dollár. 1.350.000 részvény az annyi, mint... Az 3 millió. Több mint 3 millió dollár különbség. Ez nagy összeg egy újságnál. Ez hány újságírót jelent? Ez 25. Ne veszünk el a részletekben. Meglehetősen legalább egy tucat. Fritz? Ez 25 riporter. 25 riporter. Uraim, tudom, nem ideális, de néhány befektetőnknek nem tetszik a vállalati jellege. Nem szeretik az újságokat? De, a Genetet és a Night and Reader-t. De tartanak attól, hogy önök nem tudnak komoly profitot termelni. Igen, de ők monopól helyzetben lévő újságokat adnak ki, ezért termelnek több profitot. Épp ezért lépünk a tőzsdére, hogy növekedjünk, miközben az újság minőségébe fektetünk. Ki és én sokat beszélgettünk erről, és úgy véljük, hogy a minőség fejlesztése automatikusan nagyobb profitot fog eredményezni. Kellemetlen? Több, mint kellemetlen. Nem ez a dolgok természetes rendje. A bankárok lealkudják az árat a befektetőik érdekében. Fritz, nem pont erről beszéltünk? A családnak meg kéne fontolnia, hogy átadjon még egy helyet a tanácsban. Szó sem lehet róla. Nincs benne semmi meglepő. Phil balesete óta... Arthur! Ne vegye sértésnek, Kay. Ez nem szép, de a vevők érthető módon nyugtalanok, hogy egy nő áll a cég élén, és nem is vagyunk vonzóvétel. Helyi újság vagyunk, szerény profittal, szerény ambíciókkal. Azt hiszem, Mr. Bradley kikérné magának ezt a jellemzést. Kérdőjére hiszlalja is a büdzséjét. Szóljon be az irodámba, hogy nem érjük el végre az Occidentál. Rendben, Mr. Még egy tucat riportert? Minek, hogy a Times sarkában lihegjünk, hát ha el tudjuk hitetni a világgal, hogy egy súlycsoportban vagyunk velük. Foglaljon egy asztalt a Jeffersonba 5 órára. Arthur, kének igaza volt, a Lazar csak jobb üzletet akar kicsikarni velünk. És ugye mit gondolsz, miért? Azért, mert bankár. Ezért akarnak nagyobb kontrollt. Biztosítékot akarnak, hogy Kay nem fogja elszórni a pénzt. Hogy miért? Fritz, Kay remek partikat szervez, de az apja a férjének adta az újságot. Csak azért viszi ő tovább a céget, mert a férje, mert Phil meghalt. Ne érts félre! Csodálatos asszonynak tartom, de elbocsátotta Al Friendlyt, és egy kalózt hozott a helyére, aki lefölözi a nyereségünket. Ne lepődj meg, ha a vevők aggódnak, hogy nincs meg benne a kellő határozottság, hogy komoly profitot termeljen. Kay, a maga döntése. De véleményem szerint, ahhoz, hogy a poszt ne egy kis családi lap maradjon, többnek kell lennie egy kis családi vállalkozásnál. Köszönöm, Arthur, az őszinteségét. Jól van. Elintézte? Igen, Mr. Parsons. Baleset. Az nem... Nem baleset volt. Phil öngyilkossága, nem értem. Miért állítja be mindenki balesetnek? Ettől talán jobban érzik magukat. Vagy azt hiszik, hogy ezzel engem kímélnek? Nem tudom. Egyetértesz azzal, hogy adjak még át helyeket a tanácsban? Isten őriz. Rendben leszünk így. Ez a bekezdés a tájékoztatóban, amit ma délelőtt végigolvastam. Ez a... itt van. Megvan. Abban a valószínűtlen esetben, ha valamilyen katasztrofális esemény történne, a piacra lépést követő egy hétben a Lazard Frère és társai fenntartja a jogot, hogy elálljon az üzlettől. Ez sablonszöveg, Kay. Általános szerződési formula. Én ezt értem, de így a bankárok ki tudnak szállni. Csak ha katasztrófa történik. Bent elüti egy kamion. Kifogy a világ összes nyomdafestéke. A kamion megy még egy kört a tömb körül, és megint elüti bent. Szerinted bármelyik is lehetséges? Nem, dehogy, de...
Tudod, Nixon és a Fehérház kicsinyesen bosszúálló. Megtiltották, hogy tudósítsunk Trisha Nixon esküvőjéről. Valahogy kétlem, hogy ez az ügy katasztrófához vezetne. Nem valószínű, habár. Ha Ben valamire elkezdi fenni a fogát, nem nehéz elképzelni, hogy súlyos következményei lesznek. Katasztrofális esetek néha előfordulnak. Igen, de az elállás joga csak egy hétig él. A tőzsdére lépés után egy hétig. Hét nappal azután, hogy kedden megszólal a csengő, nincs visszaút. Minden rendben lesz, Kay. Az ötödiken van a hírszoba? Igen. Nem, a hatodik emeleten. Kelet-Pakisztánban fokozódik a helyzet? Hát, 5 millió menekült rendesen destabilizálhatja Nyugat-Bengált. Lindsay holnap vágja meg a költségvetést. Ha? 100 milliót kell megspórolni. Vér fog folyni a főpolgármesteri hivatalban. A polgármesterek megszorongatták Nixon Filipet. Ja, Tolcsin ott van. Ő tudósít róla. Jó srác. Láttátok a gépeltérítéses cikket? Na nem már megint. Szerinted elég lesz hatóra. Hír, hol voltál? Van ott három hasábunk a címlapon. Fritz szerint lövöldözés is volt. A levegőben? A levegőben. Segíthetek, öcsi? Csak egy csomagot hoztam Mr. Midsonnek. Madsen, majd én átadom neki. Ez hír. Ismertem egy párt, akik hajótörést szenvedtek a Csendes óceánon. Várjatok, hadd mondjam végig. Ismertem egy párt, akik hajótörést szenvedtek. Szegény pasas azt kérdezi. Végrendelkeztünk a gyerekeknek? Az asszony bólint. És az anyádnak? Igen. Az jó. Nixont is támogattuk? Az asszony bólogat. Igen. Odaadtuk? Vagy ígértük? Ígértük? Hála Istennek, Nixon megtalál minket, megúsztuk! Ha már Nixonról van szó, nemrég beszéltem Kissingerrel a Kína elleni embargó feloldásáról. Szerinte roppant okos geopolitikai húzás volt. Hölgyeim, azt hiszem, ez volt a végszavunk. Ennyi pallérozott elmeköző, valaki csak tudja, mire készülnek. Vajon mit mondaná a címbéje Joe McCarthy? Csodás volt az a cikk az új stílus rovatban. Lorenz Darrell-től. Ideje volt már, hogy valami jót is írjanak. Igaz. Szerintem sokat. Úgy hallom, egy újabb regénysorozaton dolgozik. Igen, úgy hallottam, hogy a negyedik feleségét hajkurázta. Nixon azon kevesek egyike, aki úgy nyalizhat a kommunista Kínának, hogy nem kell félnie a politikai arculatvesztést. Jó, de Nixon van ilyen okos, soha nem nevet a vicceimen. Most mit szólsz? Okay, nem tudom, hogy csinálod. Hogy lehetsz ennyire képben így, hogy egész nap dolgozol? Nos, tudjátok. Több könyvet kell olvasnod. Igen, jövök. Tényleg. Olvastam már a legújabb regényt? Az összeset olvastam. Minden rendben van. Mark, jól van? Igen, jól, jól. Azt mondja, jól sikerült a műtét. Hála Istennek, már akartam mondani. Akartam szólni, és azt is, hogy tőlem halld először, hogy meg fog jelenni rólam egy cikk a New York Times-ban holnap reggel. És nem lesz hízelgő. Halló. Jó estét, Ben. Jó estét, Catherine. Elnézést, hogy ilyen későn zavarom. Mondja, sikerült előrébb jutni a Mr. Sheehan kapcsán? Nem, sajnos nem igazán. Az imént volt egy különös beszélgetésem Bob McNamara-val, és azt hiszem a Times nagy sztorival fog előrukkolni holnap. A fenébe. Sajnos részleteket nem árult el nekem, de Bob szerint ránézve elmarasztaló lesz, és...
Ben! Megvannak. Megszereztük. Nagyon jók. Az ifjú párocska. Hé, főnök! Mr. Bradley? Mondja, megtalálta a Sihent. Nem, de láttam a holnapi címlapterviket. Van egy nagy lyuk. Csak a név van rajta. Francba. Francba. Francba! Hármat kérünk. Tessék, tessék, tessék. Hé, 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 tessék, köszönöm. Köszönöm. Kösz, elveszem. Hék tábornok uram. Jó reggelt, elnök úr. Mennyi veszteségünk volt múlt héten? Tudja, hány halottunk van? Nem, uram, de úgy vélem nem lesz magas, helyes. Rendben. Történt még bármi figyelemre méltó? Igen, uram, nagyon jelentős. Az átkozott New York Times vezércikkben hozott le a háborúval kapcsolatos szigorúan titkos iratokat. Ezt úgy érti, hogy a Pentagonból szivárgott ki? A teljes tanulmány, ami McNamara számára készült. Ez katasztrofális államtitoksértés. Oly mértékű, amilyennel még soha nem találkoztam. Na és milyen intézkedéseket hoztunk eddig ellene? Tudtunk arról, hogy megjelenik? Sejtelmünk sem volt, uram. Dr. Kissinger van a vonalban. Harry, micsoda lelkiismeretlenség volt ez. Azok a gazemberek, akik ezt lehozták, hazaárulást követtek el. Biztosra veszem, hogy ez valamennyi nemzetbiztonsági jogszabállyal ellentétes. Aki ilyet követel, azt keményen meg kell büntetni. Jó ég, McNamara már 65-ben tudta, hogy nem győzhetünk. Tehát 6 kicseszett évvel ezelőtt. Legalább az esküvőt lehoztuk. Más is unja, hogy olvassuk a híreket ahelyett, hogy írnánk róluk. Van bármilyen kapcsolatunk? Van Bostonban egy ismerősünk Phil-lel, aki a Védelmi Minisztériumban dolgozott. Jó, hívjátok fel. Valaki más? Szóval ennyi. A leghasználhatóbb fülesünk a vélemény rovattól jön. Hazai pályán kullogunk az utolsó sorban. Ben, ugyan, ez csak egy sztori. Nem, 7000 oldalról beszélünk, ami arról szól, hogyan hazudott a Fehér Ház a vietnámi háborúról 30 évig. Tehát Truman és Eisenhower és Jack és Johnson is hazudott. Hazudtak Vietnámról. És ez neked csak egy sztori. Tegyük a dolgunkat. Találjuk meg a lapokat. Ben? Igen? Nekem lehet valami találni. Jó, akkor szólj, ha már nem ilyen lityi-lötyi. Én addig rárepülök a saját forrásomra. Nem akarsz vágatni a frufrutból egy kicsit? Szeretnék olvasni. Kicsit nehéz olvasmány, ugye? Neked nehezebb, gondolom. Nem. Miért? Hozzád álltak közel, McNamara, és Kennedy, meg Johnson. Ugyan, Jack és Lyndon apád barátai. Texasba repültél Lyndonnel a beiktatás az után. Az a te hibád végén volt, látni akartad a helikopter leszállóját. És amint meglátott téged, meghívott a birtokára. Oh, csak azért, hogy áradozzunk róla a labban. Csak azt mondom, hogy Steve és Bill várt rád idehaza. És voltak tudom vendégek is, akik a farmon vártak. Emlékszem. Csak szennyes ruha volt a bőröndödben. Mégis felpattantál az Air Force One-ra, és együtt úszkáltál, meg motorcsónakáztál Lyndonnel és a First Lady-vel. Nem könnyű nemet mondani az Egyesült Államok elnökének. Te hívtál vendéget? Vasárnap reggel? Remélem, nem jöttem túl korán. Ugyan, de hogy. Gondolom sürgős. Hol a nővéred? A nővérem? Mi van abban a csészében? Ez az én teám, csillagom. Hol a nővéred? Gyere, keressük meg! Gyere, keressük meg! Gondolom látta a New York Times-t. Mm. Igen. Az iratokat, a tanulmányt, amiből idéznek, Robert McNamara rendelte meg. Igen. Ha ő rendelte meg, talán van egy példánya. Mm.
Mondanom se kell, hogy forrást találni pont olyan nehéz, mint tűt a szélek az alatt. Metafora nélkül is tudom. Íróként kissé berosdásodtam, úgyhogy csak ezzel a poros klisével tudtam előrukkolni. Szükségem van egy példányra, Kay. A labdát. Kérik a labdát. Dobja oda neki. A bácsinál volt a labda. Tudja benne, hogy bármennyire is értékelek egy remek oknyomozó riportot. Bob McNamara régi jó barátom. Nehéz időszakon megy át a magánéletében. Azt hiszem, pont annyit mondott el, amennyit el akart. Mit gondol, miért? Hogy miért? Miért? Miért magának beszélt erről? Épp az imént mondtam, hogy a barátom is. A többi barátjának is megnyílt így? Megnyílt. Nem igazán vagyok elragadtatva attól, McNamara azért szólt magának. Mert maga a Washington Post nevű lap tulajdonosa. Nem, mert azt akarja, hogy álljon mellé. Nem. És hogy segítsen menteni nincs a bőrét. Nincs mögöttes. Nem, Ben. Nem ez a szerepem. Nagyon jól tudja. Nem vetemednék arra, hogy megszabjam, hogyan írhat róla. De ugyanúgy arra sem, hogy azzal háborgassam a barátomat, hogy adjon át egy titkos tanulmányt. Ami egyébként bűncselekmény is lenne. Csak azért, hogy a maga forrása legyen. A mi forrásunk, Catherine. Nem, ezt nem. Erre nem vagyok hajlandó. Nem kérek el Bobtól semmit. Jól van, értem. Baráti viszonyban van Bob McNamarával. De nem gondolja, hogy a lap és a közvélemény felé is vannak kötelezettségei? Hadd kérdezzek valamit. Akkor is így érzett, amikor Jack Kennedyvel pajtáskodott? Akkor hol volt a kötelesség tudata? Én nem emlékszem, hogy bármivel kapcsolatban is nyomást gyakorolt volna rá. Piszkáltam én, ha kellett. Nem bántam vele kesztyűskézzel. Valóban? Mert minden héten a Fehérházban vacsorázott. És hányszor járt Camp Davidben? És az a részeg szülinapi hajókázás a szekvoján, amiről anekdotált? Nehéz elhinni, hogy ennyi meghívást kapott volna, ha nem bánt volna kesztyűskézzel vele. Utcai zavargások törtek ki országszerte, miután további részletek kerültek nyilvánosságra a New York Times-ban egy titkos iratból, amelyet a Védelmi Minisztérium készített. A tanulmány, amelyet a volt védelmi miniszter Robert McNamara rendelt meg, heves vitákat váltott ki a Vietnámban folyó harcokról, mivel nyilvánvalóvá vált, hogy Kennedy, Johnson, valamint Eisenhower és Truman súlyosan félrevezette az országot a háborúval kapcsolatban. A bombaként robbanó cikksalra az elmúlt két napban jelent meg a a tested a fogaskerékre, a kerekekre és az emelőkre, és meg kell őket állítanod. Igazad van! Háborúból már elég! Hétkor vacsorázik Mr. és Mrs. Rosenthal az Oakroomban, aztán holnap reggel 8-kor várom a hallban. Úgyhogy lesz ideje bejutni a belvárosba a bejegyzésre és a reggelire. Hogy megfeleljenek ennek az öt kívánalomnak. Jó, csak az első hátra. Megdik ilyen. Harry Rowan vagyok. Szervusz. Visszahívlak valami csendesebb helyről. Elnézést. Maga itt fontos személy? Én egy mezei újságíró vagyok. Rendben.
azt hiszem, van valami. Sok szerencsét. Kihagyhatjuk a New York Times-t. Ben, tőlük származik a sztori. Valahányszor a New York Times-t látom a laptetején. Ne! Úgy érzem, mintha izzó piszkavasat dugnának a segítség. Jó, maradjon a Times, csak tudjuk egy bekezdés. Az kevés nem fájtok. Jó ötlet. Uram, ezt látnia kell. Meg nem ára a két hónappal a választások előtt. Javasolta, hogy küldjenek nagy számú amerikai hatalmat. Hol szerezte ezeket? Valaki az asztalomra tette. Tehát McNaughton azt javasolta McNamarának, hogy provokálja Északot, hogy legyen ürügy a csapatnövelésre? Igen, benne volt a Times cikkében. Hát ki olvasod, jó a stílusa. Add olyannak, aki nem gépelne 91 szót egy perc alatt. Aztán nézesd át. Ben? Igen. Azt hiszem, van valamink. Mit hoztál? Atya Isten. Basszus, ezek részletek a McNamara tanulmányban. Honnan szerezte? Valaki az asztalomon hagyta. A maga asztalán? Én sem értem, valami mi? Nő. Mi? Egy nő? Ez itt több, mint 100 oldal a McNamara dokumentumokból. Olyan izé volt rajta. Hé, hey, Debbie, hívd ide Begdi Kiel. Ő most nincs bent. Elment valahová. Nem tudom hová. Nem tudom. Cislében olyan 164, 168. Ha ezek itt tényleg azok. Ó, megvan, Bati volt. Akkor újra a játékban vagyunk. És ez kerül majd a holnapi címoldalra. Akkor adjátok, legyen Marderé, hadd örüljön. Jöjjön. Rendben. Ezt már szeretem, ha? Rendrészvénytársaság. Harry Rowan-t kérem. Halló, tessék. Harry, itt Ben Begdikien. Attól félsz, hogy lehallgatják a telefonod? Ha valaki itt, akkor a tiédet. Miért hallgatnák le az én telefonom? Ha azt hinném, hogy a McNamara jelentés rendtől szivárgott ki, én a rend elnökét hallgatnám le. A védelmiek készítették. De küldtek belőle a rendnek biztonságból. Két példányt, ha nem tévedek. Jézusom, Ben, nem mi szellőztettük meg. Biztos vagy benne? Akik szerint ez a nyilvánosságra tartozik, és van merszük meglépni, egy adott típusba tartoznak. A lelki ismeretük és a hitük hajtja őket meg, az egójuk. Van egy közös ismerősünk. Ugyanakkor dolgozott ott, mint én. Pont utánam mondott fel. Tudod, kiről beszélek, ugye? Nem ő ugrott be elsőként, amikor megláttad a Times-ban a cikket? Ne haragudj, mennem kell. Mr. és Mrs. Rosenthal. Ó, látom, köszönöm. Szívesen. Nem akarom erőltetni. Szervusz, Tomás. Már előre mentegetőznöm kell. Örülök, hogy látom. Nem vagyok szórakoztató, Éb. Annyira ideges vagyok. A holnapi tőzsdére lépésünk miatt. És még beszédet is kell mondani. Ne idegeskedj. A posztnak nagyon jót fog tenni, hogy a tőzsdére kerül. Akár terjeszkedhettek is, kinőhetitek magatokat országos napi lappán. Bár én is vehetnék részvényeket. Ez ellenkezik a cég szabályzattal, de ha szeretnéd elterelni a figyelmedet, véletlenül van nálam egy példány a mai Times-ból. Éb. Ha csak nem olvastad már. Te szörnyeteg, szörnyű vagy. Nem kérsz egy aperitifet? Bundy további bombázások mellett érvel. Szerinted ez fordíthat a helyzetet. 65 februárjáról beszélünk. Csak hogy áprilisra leesik nekik a tantusz, hogy ez nem elég. Johnson küld még két zászlóaljat, és ezt kap ki. A küldetést átminősíti bázisvédelemről támadó hadműveletté. Ez kulcslépés. Kiszélesíti a háborút. De titokban akarja tartani. Az amerikai közvélemény nem tudható. Jól van, értem. Ezért... Szóval ez hiteles. Mennyi idő alatt tudsz belőle cikket írni? Csütörtökre meg leszek vele. És ha úgy tennénk, mintha riporter lennél és nem regényíró? Gondolom, holnap estére összetudnék rántani valamit. Jól van, akkor szerdán lehozzuk. Tudom, hogy sütjett minket az időben. De hadd nézzek utána, hogy mit lehet tudni a önplőgő mennydörgés hadművelet. Felőlem kutakodja, mennyit akarsz, de Isten a tanulom, ha holnap estére nem dobunk össze valamit, akkor jobb, ha hagyjuk az egészet. Mi? A Times már le is hozta. Na, hogy már lehozták. Johnson elnök 1965. április 1-én az amerikai szárazföldi erők bevetéséről döntött, mert egy hónapnyi bombázással... Neil Sheehan egy gazember. Évek óta szemétkedik velünk. Elnök úr, a legfőbb ügyész már számtalanszor hívott a New York Times cikk sorozata miatt.
vádot emelne a Times ellen. Én azt mondom, azt a mocskot pereljük be, aki leadta nekik a drótot. Ki tudja deríteni, ki volt az? Na igen, egyébként vádot lehet emelni a Times ellen? Úgy tűnik, igen. Ami a Times-t illeti, nem kérdés, hogy ők az ellenségeink. Szerintem csapjunk le rájuk. A rohadt életbe. Minél hamarabb. Rendben van. Abe Rosenthal. Igen? Jó estét. Az asztaluk arra van, uram. Ő ellene volt. Kategóriusan azt mondta Páncsnak, hogy ne publikálja. Csak miután Scotty Reston megfenyegette, hogy lehozza a Vineyard Gazette-ben, döntött úgy Páncs, hogy kiadja. Nem kavart volna ekkora vihart. Jimmy? Habár. A legfőbb ügyész arra kért minket, hogy tartózkodjunk a további publikálástól. Nixon beperel minket. Ne haragudj, el kell. Semmi gond. Egek. Megyek, kifizetem a számlát. Ne, maradj, ne vitatkozz, mindjárt jövök. Rendben. Mr. Rosenthalnak sürgős dolga akadt. Semmi gond, hozzáírjuk a számlájához. Nem, nem, ezt én állom, de... Megengedi, hogy használjam a telefon? Hát hogy ne, asszonyom? Együtt dolgoztam a rendélet csúkával. Kisi nagyképű volt, de eszes. És McNamarának dolgozott, és besokalta a vietnámi háborút illető döntések miatt. Folytasd. Állítólag pacifista lett, nem is kicsit. Hozzáférhetett a tanulmányhoz. A rendnél tutira volt egy példány. Ne bassz. És meg tudod találni a pasast? Gondoltam, megpróbálnám. Mrs. Graham keresi telefonon. Catherine! Jó estét, figyeljen. Megvan a holnapi vezércikk. Na, ne idegesítsen, mi történt már megint? John Mitchell leállította a Times-t. Úgy tűnik, az elnök el akarja őket némítani. Taubüdös mindenit. Ez azt jelenti, hogy nálunk pattog a labda. Mert hogyha a Times-t lekapcsolják... Ha őket lekapcsolják, nem lesz semmilyen labda. Vége a játéknak. Ó, Catherine, minden újságíró ölne ezért a lehetőségért. Biztosan. Kivéve, ha törvényt szegne vele. Ha egy szövetségi bíró eltiltja a Times-t a publikálástól, nem tudom, hogy mi hogyan adhatnánk ki. Még ha szereznénk is egy példányt. Szóval... Ben. Van valami-e? Nincs. Oké, akkor hát nincs is miről beszélnünk tovább. Nem, egyáltalán nincs miről beszélni, de... Köszönöm a tippet, Mrs. Graham. Mit keresel még idebent? Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt mindenkinek. Mrs. Graham. Örülök, látom. Halló? Denelsburgöt keresem. Ő már nem dolgozik nálunk. Tudja, hol dolgozik? Nem tudom. Ki beszél? Köszönöm. Engem ért az a nagy szerencse, hogy köszönthetem a Washington Postot, az amerikai értéktőzsdét. Ez több, mint szerencse, Mrs. Graham. Igazi megtiszteltetés. Halló, tessék, itt keresem. Jó napot, Denelsburgöt keresem. Rossz távot hívott. Kérem. Csak maga biztosan kér. Uraim, köszönöm mindannyiuknak, hogy segítettek a Washington Postot még nagyobb vállalattá tenni. Nemzetközi Tanulmányok Központ. Jó napot, Denelsburgöt keresem. Most nincs itt. De még ott dolgozik? Igen. Kíván üzenetet hagyni? Mondja, hogy Ben Bergdikien hívta. Mi lesz, hogy számára, hogy köszönöm.
Mosolyogjon! Köszönöm! Most vett egy részt, aki ott volt. Tudom, olyan boldog vagyok. 1.350.000 részvény, 24 dollár 50-es darabáról. Azt hiszem, ez nem csupán fizetőképessé teszi majd a posztot, de erősebbé, mint valaha is volt. A posztra... Biztonságos készülékről hívja. Kennedy azt mondta, Phil Graham a legokosabb ember, akit ismert. Az, hogy Kay apja a sógorának adta át a céget. Sokat elmond a pasasról. Ben. Szerintem meg inkább a korszellemről. Hangosítsa fel! Jó estét! Ma délután a New York Times eltiltották legalábbis szombatig a vietnámi háború okait és folyamatát taglaló további titkos dokumentumok nyilvánosságra hozatalától. A Times ígérete szerint betartja Murray Gerfein szövetségi bíró döntését, de a pénteki főtárgyaláson fel fognak lépni a végleges tiltás ellen. A kormány kijelentette, hogy a Times cikk sorozatának utolsó két része helyrehozhatatlan károkat okozna az ország nemzetbiztonságának. Minek harcolunk a kommunisták ellen? Jefferson most forog a sírjában. Eltiltott már bíróság valaha újságot a publikálástól? A köztársaság történetében még nem. Még jó, hogy nem keveredtünk bele. Mit nem adnék, ha belekeveredhetnénk? Holnapra meg is van a vezércikkünk. Csell a tiéd. Na jó. A bulinak vége. Gyerünk, húzzuk tovább az igát. Halló. Üdv, itt Ben. Igen. Den? Nem. Próbálok utolérni egy fickót, akit ismertem, és... 617-4508-0. Várjon! Hogy volt? 4-5-8-0-6-1... Másik telefonról hívja. 617-5-9-7-4-5-8-0. Hát, 1-7-5-9-7-4-5-8-0. Halló? Jó napot, egy bizonyos... Tudom. Szia, Ben. Dan vagyok. Dan? De jó hallani a hangot. Ja, jó régen volt. Igen. Ben vagyok. Ben? Dan. A tanulmány 47 kötetből állt. Több részletben csempésztem ki, hónapokba telt lemásolni. A mindenit. Egykor mind a kormánynak dolgoztunk. Mindenhez hozzáférhettünk. McNamara azt akarta, hogy az akadémikusok tanulmányozhassák a történteket. Azt mondta, a következmények nem számítanak. Bátor ember. Azt hiszem, inkább a bűntudat hajtotta, mint a bátorság. McNamara nem hazudott, mint a többi, de nem hiszem, hogy látta, hogy mi jön. Hogy mit találunk. De elég hamar ráébredt, és nem csak ő, hanem mi is. Hogyha ezek kikerülnének, a nép a háború ellen fordulna. Minden ott van. Titkos akciók, átvállalt adósság, választási csalás. Ike, Kennedy, Johnson, mind megszegték a Genfi egyezményt, hazudtak a kongresszusnak és a népnek. Tudták, hogy nem győzhetünk. Mégis halálba küldték a fiúkat. Na és Nixon? Ő csak a többiek nyomdokain halad. Túlságosan fél attól, hogy ő veszítse el a háborút. Valaki kifejtette, hogy miért is nem szálltunk ki, ha tudtuk, hogy vesztésre állunk. 10%-ban, hogy segítsük a helyieknek. 20%-ban, hogy megfékezzük a komcsikat. 70%-ban, hogy elkerüljük a vereségből adódó megaláztatást. A fiúk 70%-a azért veszett oda, hogy Amerikát ne érje megaláztatás. Ez elborzasztott.
Tudod, vadászni fognak rád. És őszintén szólva, nem volt nehéz követni az elejtett morzsákat. Tudom. Hűvösre fognak tenni. Te nem vállalnád, hogy megállítsd a háborút? Elméletileg de. Le fogod közölni az iratokat? Igen. A bírói tiltás ellenére? Igen. Ha. Akkor már nem is annyira elméletileg, nem igaz? Dolgozom egy kicsit a stúdióban. Remek napom volt. Kösz, hogy kérdezed. Ettől a képtől szomorú leszek. Én is. Bradley. Bostonban vagyok. Két helyre lesz szükségem. Miért? Két helyre lesz szükségem a holnapi első járatra. Lehet, hogy első osztályon. Beszarás. Nálad van? Akkor vonszold ide a segged, és gyere egyenesen hozzám. Hozd Chelt, Meget és a többieket. Még ne tudjon róla a teljes hírszoba. El kell mennem. Jól hallom, hogy áthívtál hozzánk egy csomó ember? Igen. Majd holnap beállítanak valamit. Holnap? Mégis mikor? Ebéddel készüljek? Reggeliben? Nem tudom. Nem tudom. Bevásároljak nektek? Nem, majd megoldjuk valahogy. Jó, és most hova mész? El. A szerkesztőségbe mész? Nem. Szeretlek. Hoztam tortát is. Remélem nem baj. Oh, dehogy. Amíg senki sem számolja meg a gyertyákat. Elnézést, hogy megint zargatom. Talán kulcsot kéne adnom magának. Nem a bulira akartam belógni. Mi történt? Rám tudna szánni egy percet? Hát... Feltehetek egy elméleti kérdést? Ó, ki nem állhatom az elméleti kérdéseket. Attól tartok, a gyakorlatit se fogja szeretni. Megszerezte az iratokat? Még nem. Édes jó Istenem, ugye tudja, hogy milyen helyzetbe hozna ezzel engem? A szerződésben volt egy kitétel, amelyik... Igen, tudom, hogy a bankárok meggondolhatják magukat, és tudom, mi forog kockán. Tudja, az egyetlen házaspár a köreimből, akinek Kennedy és Johnson is kereste a társaságát, az maga volt és a férje, és a maguké volt a poszt. Így működtek a dolgok. Politikusok és a sajtó úgy megbíztak egymásban, hogy ugyanazokra a partikra jártak. Koktélozgattak, viccelődtek, miközben Vietnámban háború volt. Nem tudom, mire akar kiukadni. Eszembe sincs védelmezni Lindt. Ellentétben a volt védelmi miniszterével, Bob McNamarával, aki megrendelte ezt a jelentést. Nem védelmezem, ő az egyike Bobot. A tucat egyiket vendégnek, aki a teraszán társalog. Újságot védem. Tényleg? Remek. Én pedig nem voltam Jack Kennedy bábja. Az éjjel, amikor meggyilkolták Tonyval, ott voltunk a haditengerészeti kórházban, hogy fogadjuk Jackit, amikor leszállt a gépe. Jack holttestét hozta haza Dallasból, és amikor besétált a terembe, még mindig azt a rózsaszín kosztümöt viselte, amin rajta volt Jack vére. Tony karjaiba omlott, és hosszú ideig ölelték egymást, és... Akkor Jackie rám nézett, és azt mondta, ebből semmi. Semmi, amit látsz és amit hallasz tőlem, soha nem kerülhet be az újságodba, Ben. És ezzel a lelkembe gázolt. Én soha nem gondoltam Jackre forrásként, barátomnak tekintettem. És ebben hibáztam. És ezt Jack is mind végig tudta. Választanunk kell, hogy kik is vagyunk. És ez a lényeg. A napoknak, amikor együtt szivaroztunk a Pennsylvania Avenue-n vége.
világossá tette a barátja, tanulmánya, a hazugságoknak. Véget kell vetnünk, egyszer és mindenkorra. Nekünk kell ellenőrzést gyakorolnunk felettük. Ha mi nem vonjuk felelősségre őket, akkor ugyan ki fogja. Életemben nem szivaroztam, és nincs gondom azzal, hogy Lindont, Jacket vagy Bobot felelősségre vonjam. De nem vonhatjuk őket felelősségre, ha elveszítjük az újságot. Amikor a kezembe kerül az a papír, hogyan fog majd dönteni, Mrs. Graham? Boldog születésnapot. Na, ne! Én nem így hallottam. Jó reggelt. Jó reggelt. Minden rendben? Igen, köszönöm. Uram, függőleges helyzetbe kell állítanom az ülését a felszállás előtt. Tényleg. Nagyon becses csomag lehet. Az. Csak kormányzati titkok. Csatolja be az övét. Te, miért vagyunk itt? A lövésem sincs. Szia, Marina! Szia! Kértek limonádét? Ehhez még kicsit korábban. Lazulj be! Én kérek. Milyen limonádéval tudsz szolgálni? Olyannal, amiben citromlé van. Rendben. Itt vagyunk. Phil, segíts nekem! Hozd a táskám! Csak nem? De. Nem a teljes jelentés, de így is több mint 4000 oldal belőle. Sorrendben vannak? Gyanítom, nem. Nincsenek oldalszámok. Ott volt a szigorúan titkos pecsét, a forrásomnak le kellett várni. Úgy volt, hogy pénteken nyugdíjba megyek. Ben, hogy fésüljünk át 4000 oldalnyi anyagot, amire a tárcnak három hónapja ott kizárt, hogy véget adjunk ezzel. Igaza van, alig 8 óránk van rá. Ha az esti kiadást lőjük be, akkor 10. Az elmúlt 6 évben másodhegedűsök voltunk, és most hála az USA elnökének, aki egyébként magasról szarik az ország alkotmányára, miénk a pálya. És nincs vetétársunk. Több tucatnyi sztori hever a földön. A Times épp csak a felszínt karistolta. 10 óránk van a határidőig, úgyhogy vágjunk bele. Ez itt McNamarától lehet. Úgy vélem, hogy 3-4 hétre le kéne állni a bombázással. Várj, láttam ennek a jegyzetnek a másik felét. Látta valaki Dallas 54-es táviratának a másik felét? Azt hiszem, láttam egy júliusit. Meg is van, azért javaslom ezt, mert el kell hintenünk a gondolatot az amerikai közvéleményben. Ez az. Johnson nem békét próbált kötni, csak manipulálta a közvéleményt. A kult szó a bombázás felfüggesztése. Mikor is? 65-től 68-ig. Jó. Nem találkoztatok egy jegyzettel Eisenhower indokínai különbizottságáról? Meg, olvasott fel belőle nekem. Meg? Nem találkozott valaki egy rendtanulmánnyal a Vietcongokról? De ez szerintem a rendtanulmányodból lehet. A VK-k rendkívül elszálltak, Dél-Vietnám veszett ügy. Hú! Ez az! Meg! Kéne jól az van. Tudom, a polcra tettem. Alakul ez. Na jó, fél kettő van. 4 órakor stábértekezlet. Kér valaki közületek esetleg egy limonádét? Vodkát is kevertél bele? Én nem szoktam vodkát tenni a limonádémba. Én kérek egy pohár. Mennyi lesz kicsem? 25 cent. Nem, 50 cent. Mennyi? Nem áll. 50 cent az ára. Mr. Bradley? Roger Clark? Maga Roger Clark? Végre személyesen is megismerhetem. Akkor maga a vezető jogi tanácsadó. Igen, telefonon már beszéltünk, a hangom biztosan ismerős. Mikor fejezte be az egyetemet? Egészen pontosan... Költői kérdés volt. Értem. Tudja, hogy a pasas, aki az elődje volt, most már külügyminiszter? Fogalmam sem volt.
Vicceltem, talán nem a legjobbkor. Miben lehetek a segítségére? Miért szólt bele a CIA igazgató egy háború ügyébe? Mert még nem nevezték háborúnak. Tessék, van mustáros pulykás, marhahús, zsetekkel. Tony Howard, gyere, ezt is kell. Ezt látnod kellene. Itt egy elemzés, meg nem már a háborús nézetének változása. Vegyél te is egyet. Igen, és nem akadályoztuk meg. Aztán van valami McNamara-ról a kandallón, a másik kandallón. Táp a hadseregnek. A földön van. Hé, Murray, hol van ennek a második fele? Mit adtál oda az előbb? Szeretnék? Ugye ezek a lapok nem a titkosított McNamara tanulmányból valók. Én nem ide tettem. 4000 oldal belőle. Éhes? Telefonálnom kell. Van egy telefon a másik szobában. Ez lesz az. Ez lesz az. Ez annak a második fele, de... Köszönöm. Ó, egek. Szia! Köszönöm, hogy fogadsz. Mark még alszik? Igen, igen. Nem bánod, ha a verandán beszélgetünk? Csak nem, hogy halljam, nem, hogyha... Nem, de persze. Felében. Nem maradhatok sokáig, mert este gondolom, parti lesz a házamban. Már mindent elolvastál. Igen, el. Mindent. Igen. És ma reggel megint átfutottam. Az összeset. És én csak... Ne haragudj, Bob, tudom... hogy sok most rajtad a teher, de annyira nehéz megérteni, hogy miért, hogy tehetted meg ezeket a dolgokat, hogy miért hazudtál nekünk. Tudod, az újságok könnyen állítanak be minket hazugnak, csak vissza akartuk szorítani. De hagytad, hogy tovább és tovább folyjon. A fiam már itthon van, és semmi baja, hál' Isten. De nézted, ahogy elment. Tudtad, hogy nem győzhetünk ott hosszú-hosszú évek óta. Mégis hagytad, hogy én? És még annyi jó barátunk odaküldje a fiait. Te... Hey, megtettünk mindent, ami tőlünk telt. Próbáltunk gátat szabni a kommunizmusnak. És végül úgy éreztük, hogy kizárólag katonai nyomással tudjuk Ho Chi Minhot a tárgyalóasztalhoz ültetni. A döntéshozatali folyamatunk... Rossz volt. Hibás volt. Erről szólt a tanulmányod. Igen. Azt nem kétlem, hogy te mindent megtettél, ami tőled telt. És pontosan tudom, mennyire nehéz olyan döntéseket hozni, amik... Ez kedves tőled. Ami ezután jön, az már nem lesz ilyen kedves. Nálad van a tanulmány. Mondjuk úgy, lehet, hogy nekem is meg kell hoznom egy nehéz döntést. Azt mondják majd, hogy megszegtük a kémkedési törvényt. Az pedig bűncselekményben. Csak akkor, hogyha a közzétett iratok kárt okoznak az államoknak. Van egy szövetségi bíró New Yorkban, aki a jelek szerint így gondolja. Nálam meg itt van 6 tapasztalt újságíró, és ők 10 éve tudósítanak erről a háborúról, és lefogadom, hogy jobban tudják, mi okozhat kárt az államoknak, mint egy bíró, aki életében először masírozik erre a területre. Masírozik? Ez egy háborús metafora? Na jó, Ben, tudjuk, hogy a riporterei ügyesek. De a New York Times 3 hónapig tanulmányozta ezeket az iratokat. Magának meg mennyi ideje van? 7 órája a lapzártáig? Őszintén, garantálni tudja, hogy ez elég idő arra, hogy egyetlen árva haditervet, egyetlen amerikai katonát, egyetlen amerikai életet se sodorjon veszélybe, hogy nem okoz kárt az Egyesült Államoknak, ha lehozza? Igen. Egész biztos benne? Nem! Ezért hívtam ide magukat. Nézd, Kay, értem, hogy a Times miért hozta le a sztorit, de meg kell értened, az elemzés az utókornak készült, akadémikusoknak a jövőben, de a háború még javában tart, a sajtó nem tud objektív lenni. Gondolom, a közvéleménynek jogában áll megtudni, de örülnék, ha nem kerülne a nyilvánosság elé, amíg nem tudják kellő rálátással olvasni, ugye érted? Sok mindenen átmentünk együtt.
Te is, Marg. Velem voltatok. Életem legnehezebb pontján. Segítettél kiválasztani a tanácsom tagjait. A legfontosabb tanácsadóm vagy. Egy drága barát. De az érzéseim ezzel és veled kapcsolatban nem befolyásolhatnak abban, hogy megjelentetem-e vagy sem. Azért jöttem hozzád, hogy a tanácsodat kérjem, nem az engedélyedet. Nos, mint az egyik legfőbb tanácsadód, aki tudja, mennyire fontos neked ez a vállalat, én aggodom, Kay. 10 éve dolgoztam Washingtonban, közelről ismerem őket. Bobby és Lyndon is kemény fickó volt, de Nixon más kategória. Sötét alakok veszik körül, és ha ezt most kiadod, a legrosszabbakat küldi rád. A korszölöket és az erlékmeneket, és szét fog zúzni. Tudom, hogy szörnyű ember, figyelj, de azt Nixon azért... Figyelj, Nixon egy szemétláda, gyűlöl téged, gyűlöli bent. Évek óta tönkre akarta tenni a lapot, és ezúttal nem kegyelmez neked. A Richard Nixon, akit én ismerek, a teljes elnöki hatalmát be fogja vetni, és a módjában áll elpusztítani a lapod, Istenemre meg fogja tenni. Olyan információt ad ki, ami sérti a nemzet biztonságát. Nincs benne semmi ilyen. Az újságot be fogják perelni. Nem ezért dolgoznak nekünk? De, Ben, de ha veszítünk... Amennyit fizetünk maguknak, nem illik veszítünk. Ben, meg kell hallgatnod. Hello, Kretz. Már itt a vállalat jövőjéről van szó, és arról, hogy egyáltalán legyen. Nem gondolod? Túl dramatizálom. Több évnyi kormányzati titokról rántanád le a leplet. Nem hinném, hogy ezt félváról vennék. Veszélybe kerülhet a tőzsdei jelenlétünk és az összes tévécsatornánk. Tudod, hogy bűnöző nem lehet műsorszolgáltató. Azt hiszed, izgatnak engem a hülye tévécsatornáit. Sokkal több pénzt termelnek, mint ti, és a bevételük nélkül karcsúsítanunk kell. Ha a kormány győz, és minket elítélnek, a Washington Post, ahogy mi ismerjük, megszűnik létezni. Ha olyan világot élünk, ahol a kormány szabja meg, hogy mit hozhatunk le és mit nem, akkor a Washington Post, ahogy mi ismerjük, már most sem létezik. És ha várnánk? Mi lenne, ha ma nem nyomtatnánk ki, hanem jeleznénk a legfőbb államügyésznek a szándékunkat, hogy vasárnap lehozzuk. Így nekik és nekünk is lenne időnk meggyőződni a törvényességről, amíg a New Yorki bíróság döntést hoz a Times-ról. Azt javasolja, hogy értesítsük a legfőbb államügyészt, hogy nálunk vannak a papírok, és ki fogjuk adni őket pár nap múlva. Igen, ez lenne a lényege. Ez kb. Annyira idióta ötlet, mint a Hindenburggal egy durva zivatar kellős közepén leszállni. Istenem. Ó, hát itt van az ünnepelt. Ugye milyen itt Kay. Jó dolgom van. Neked. Köszönöm, Kay, nem kellett volna ennyit áradoznod. Ugyan, hát csak nem küldhettem el őket az ajtóból, nem? Rendben van, megy csak. Mrs. Graham. Mondja, minden rendben van? Ben házában kisé forró lett a hangulat. Ó, nem mennek jól a dolgok? Nem, Ben és Mr. Bibi egymásnak feszült. Fritz és Ben nem értenek egyet? Megígértem, hogy kiadom az iratokat. A szerkesztőség felül állva, ha meghatálunk. Ha lenne szíves megosztani velünk, hogy kinek tette az ígérét. Élvezed a vitát? Igen, ki áll nyerésre? Nixon. Nem láttam, amikor bejött. Tényleg? Ott motoszkál a keze Fritz segélyben. És hiszik vagy sem, szeretnénk megoldást találni rá, hogy publikálhassák. De az adott körülmények között... Igen, én egyáltalán nem így értettem. Nem! Nem! Szó szerint, hogy a francban? Szóval ilyen stílusban előadni. Ha nem fogjuk publikálni, minek dolgozzuk ki a belünket, Ben? Ti csak írjátok. Hol a csodában? Muszáj két ujjal pötyögnőd? Azt hiszik, Nixon csak egy kis botlásként fogja ezt kezelni. Miben mesterkedsz? Kate hívom. Sajnálom, Ben. Tudom, nagyon akarod. Lesz majd más alkalom. Én egyáltalán a nagy büdös francokat. Ha nem állunk, hogy a már! Gátok, profi vagyunk! Elő. Maga hogy nevezné? Mi szeretnénk lehozni egy szót. Halló. Éppen... Tudom, de ez az én házam, úgyhogy én is végig hallgatom. Jól van, Ben. Engedjék meg, hogy megköszönjem, hogy eljöttek ma este, mikor útjára bocsátom Harry Gladstein-t és az új vitorlását a Chesapeake-öbölben, mivel most kezdődnek a jól kiérdemelt nyugdíjas évei. Hadd meséljek egy kicsit arról, hogy miért is csípem úgy Harryt. Mrs. Graham, Mr. Bibi hívja telefonon. Ugye 1949 volt... Ekkor hozta Phil Graham Harryt a vállalathoz, és attól emlékszem, tartok, azt mondta nekem... Mrs. Graham, fontos.
Ó, egek, ezer bocsánat. Ne haragudj, Harry, kell egy kis hatásszünet. Te fizeted a túlóráinkat? Mindjárt jövök. Nagyon sajnálom, Mrs. Graham. Várnunk kéne. Igen, megértem, Ben, de ha várnánk egy napot... Fritz velem akar beszélni? Nekünk is hallanunk kéne. Nos, van egy másik készülék a nappaliban. Liz, mutasd meg neki, kérlek. Köszönöm. Halló, Fritz. Halló, Kay. Szeretnéd, ha képbe hoználak? Szerintem hozzuk le, szerinte ne. Tessék, ben, képben van. Edward vagyok. Ben, itt olyan pénzügyi aggályok vannak, amik túlmutatnak a maga jogkörén. Van, ami a magáén is túlmutat, mondjuk a kicseszett sajtószabadság. Ne vessük el a súlykot, ha lehet. Maga szerint Nixon nem vetette el? Cenzurázni próbálja a nyambat New York Times-t. Igen, a Times-t, nem a Postot. Az egy és ugyanaz. Történelmi a tét. Ha ők veszítenek, mi is veszítünk. Ki van még a vonalban? Phil vagyok. Phil Jaylin beszél? Igen, Mrs. Graham. Jó, örülnék, ha hallatná a hangját, mert szeretném megismerni a szerkesztőség véleményét erről. Őszintén szólva, Mrs. Graham, Ben Bagdikian és Chell Roberts is felmondást helyezett kilátásba, ha nem publikálunk. Ugyan, Kay, mit várt neki? Itt nincs vesztenivalójuk. Már elnézést, de... Azzal mindannyian veszítünk, ha nem adjuk ki. Mi lesz akkor? Ennek a lapnak a jó hírével. Úgy is kiderül, hogy nálunk volt a tanulmány. Lefogadom, hogy már a félváros tudja. Mit fognak gondolni, ha csak ülünk a balagunkon? Azt, hogy van sütnivalónk. Azt, hogy berezeltünk. Veszítünk. Az ország is veszít. Nixon nyer. Nixon nyer most és legközelebb is, és innentől mindig, mert mi betoltunk. Csak úgy védhetjük meg a sajtószabadságot, ha publikálunk. Fritz? Itt vagy? Itt vagy, Fritz? Fritz, hallasz minket? Itt vagyok, Kay. Te mit gondolsz? Szerinted mit kellene tennem? Szerintem mindkét oldalon vannak érvek. Igen. És azt hiszem, én nem hoznám le. Vágjunk bele, csináljuk végig. Vágjunk bele, hozzuk le. Igen, publikáljuk. Mi az? Phil? Na, mit mondott? Na, mit mondott? Igent. Azt mondta, publikáljuk. Állati. Úristen. Azt a rohadt. Csapjunk bele. Azt a rohadt. Elnézést. Bocsi. Ne vedd el, szükségem van rá, kellenek a jegyzetek. Hány oldal lesz? 13. Hogy eljutassuk a szedőterembe. Mindjárt kész vagyok, egy pillanat és befejezem. Jól van. Várjatok! Ki viszi át? Én vállalom. Jó. Jól van, hidd fel a belföld rovatot, mondd, hogy Bagdik ilyen viszi át azt. Kész! Én. Jól van, juttasd be az újságba. Szerkesztőségi ülés. Szép munka, Murray, szép munka. Ja? Kösz. Megvan a sztorink. Ez az? Ez az. Van, összesen fél órát rá. Nem tudom, mennyire gondolta át ezt a komoly döntést, de még mindig van időnk. A nyomtatás határideje éjfélkor van. Tisztában vagyok a határidőkkel. Nekem ez még új terület, de mindazok alapján, amit az üzletről tudok, úgy vélem, hogy súlyos hibát követel. Ez pedig önnek és a lapnak is sokba fog kerülni, és minden embernek, aki itt van, no meg annak a több száz embernek, aki önnek dolgozik. Szeretném összeszedni a gondolataimat. Ké, higgy el, hogy a legjobbat akarom önnek és az üzletnek. De több bankárral is egyeztettem az imént. És szerintük lehetséges, sőt valószínű,
hogy több állandó befektetőjük is ki fog hátrálni, ha tényleg kiadja a jelentést. És ha ők kiszállnak, nézze! Még van néhány órája. A maga és az alkalmazottai érdekében remélem, átgondolja a döntését. Add ide a hengert. Ezt juttasd le, és a tördelőszerkesztő álljon végig a linó fölött, amíg nyomda kész nem lesz. Mr. Bagdikien! Tudnom kell, ki a forrása. Azt hittem, világosan fogalmaztam. De akkor még nem tudtuk, hogy lehozzuk. Nos, a válaszom nem változott. A döntés értelmében a New York Times és képviselői a továbbiakban nem hozhatnak nyilvánosságra szigorúan titkosnak minősített iratokat. Most fel akar bosszantani? Nem. Nem én. Görfány bíró, nézze meg a korlátozó végzés szövegét. Olvastam a korlátozó végzést. Akkor tudja, hogy ha a Times volt a forrása, akkor mi egyértelműen megszegnénk a... Nem a Times-tól származik a tanulmány. Hm? Biztos benne? Végeztünk? Az ő forrásuktól szerezte? Hogy mondja? Ugyanattól a forrástól kapta a tanulmányt, mint a Times? Nem fedjük fel a forrásainkat. A döntés értelmében a New York Times és képviselői a továbbiakban nem hozhatnak nyilvánosságra szigorúan... Ha ugyanattól a forrástól kapta, az összejátszásnak minősül. És hajnalban mindnyájunkat kivégezhetnek. A bíróság megsértésével vádolhatnak. Vagyis Mr. Bradley és Mrs. Graham börtönbe kerülhet. Mr. Bagdikian, mennyire valószínű, hogy az ön forrása és a Times forrása ugyanaz a személy? Valószínű. Mennyire? Nagyon, nagyon valószínű. Értem. Ez meg micsoda? A limonádé keresett. Marina azt akarta, hogy tegyem el a biztonság kedvéért. Ejha. Publikáljuk. Hűha. Nem hittem, hogy Kay megteszi. Milyen bátor. Nem ő az egyetlen itt, aki bátor. Ó... Neked mi vesztenivalód van? Az állásom. No, meg a jó hírem. Jó, ugyan már, Ben. Mindketten tudjuk, hogy ettől csak még ragyogóbb lesz a hírneved. Ami az állást illeti, mindig találhatsz másikat. Hát, ha szeretnéd fényezni az egómat, arra vannak jobb módszerek is. Nagyon bátor vagy. De Kay... Kay olyan helyzetben van, amire soha nem számított. Olyan pozícióban, amire nyilván sokan nem tartják érdemesnek. És amikor újra meg újra azt hallgatod, hogy nem vagy elég jó, hogy a véleményed nem is számít igazán. Mikor nem csak, hogy átnéznek rajtad, de nem is létezel számukra. Amikor ilyen sokáig ebben kell létezned, nehéz elhinni, hogy ez nem így van. Úgyhogy meghozni ezt a döntést, kockára tenni a vagyonát és a céget, ami az egész életét jelentette. Na, ez nagyon bátor dolog. Bradley. Ben, van egy kis gondunk.
Emlékszel erre? A temetés előtti napon. Igen. Akkor volt? Igen. Én nagyon berzenkedtem ellene, de Fritz ragaszkodott hozzá, hogy mondjak pár szót a tanácsnak, és úgyhogy próbáltam kikínlódni valamit, de minden olyan förtelmesen hangzott, és mire észbe kaptam, már ott volt értem az autó, és akkor kijöttél. Igen, emlékszem. Kijöttél a kis hálóingetben és köntösödben, beugrottál mellém az autóba, odaadtad ezt. Valahogy sikerült lefirkantanod ezt a vázlatot nekem, hogy tudjak mit mondani. De most nincs itt nálam a szemüvegem, úgyhogy kérlek, olvasd fel nekem. Anyu. Ó, olvasd fel nekem, légy szíves. Egy, köszönsd őket. Kettő, ez egy nehéz időszak, de tudod, hogy túl lesznek rajta. Három, sosem hitted volna, hogy ebbe a helyzetbe kerülsz. Négy, össze kell szedni magunkat és a jövőre gondolni. Öt, nem lesznek változások, a lap a család kezében marad. És hat, folytatjuk az oly jól bevált hagyományaink szerint. Tudod, csak meg akartam őrizni a vállalatot. Neked és Donnak, Billinek és Steve-nek. Megőrizted. Nos, van egy idézet. Így hangzik. A szónokló asszony olyan, mint a két lábon járó kutya. Nem csinálja jól, de már az is meglepő, hogy egyáltalán csinálja. Samuel Johnson. Anyu, ez oltári marhaság. Bizony, de akkoriban mind így gondolkodtunk. Tudod, senki se szánt engem cégvezetőnek. Mikor az apám úgy döntött, hogy apád vegye át a céget, úgy gondoltam, hogy ez a világ legtermészetesebb dolga. Büszke voltam, mert Phil annyira okos volt, és olyan tehetséges is. Szóval azt gondoltam, hogy ennek így kell lennie. Mindenki így gondolkodott akkor. És én titeket neveltelek, és boldog voltam az életemmel, úgy, ahogy volt. De aztán az egész szétesett, amikor Phil meghalt, az olyan 45 éves voltam, és soha nem dolgoztam. Soha életemben nem kellett még dolgoznom. De annyira szerettem a lapot, tudod? Nagyon. Annyira szeretem ezt a lapot. Nem akarom, hogy az én hibám legyen. Nem akarok az lenni, aki... Nem akarom, hogy Félnek is, az apámnak, nektek is, mindenkinek csalódást okozzak. Mrs. Graham! Rohant idáig? Igen. Adódott némi bonyodalom. Először nem értettem, de most már mindent más megvilágításban látok. A forrásunk lehet, hogy ugyanaz, mint a New York Times-é. Értem. Ha így van, az a bíróság megsértése lehet. Vagyis? Mind börtönbe kerülhetünk. Ettől függetlenül is. Catherine, csak most döbbentem rá, hogy maga milyen sokat kockáztat.
Hol? Örülök, hogy itt van. Fritz épp Mrs. Graham-mel beszél, és Ben is elefant. Igen, gondoltam, hogy itt lesz. Mr. Bradley, ha tudta, hogy Begdik ilyen ugyanattól a forrástól kapta a papírokat... Csak hogy nem tudtam, mert nem szokásom arról fogadni a riportereimet, hogy kik a forrásaik. És ha eltöltött volna némi időt egy újságnál, akkor tudnám miért. Nem érti, hogy csak segíteni akar? Mrs. Graham, jó estét. Mindnyájan méltányoljuk Ben indokait a kiadás mellett, és ha valaki más lett volna a forrásunk, akkor talán nem lennénk ekkora slamasztikában. Van hír a vezetőségtől? Nincs! El kell kezdenünk nyomtatni, különben nem jut el időben a szállítókhoz. Nem értettem egyet, de bátor dolognak tartottam, de ez... Ha lehoznánk úgy, hogy ezt tudjuk, az felelőtlenség lenne. Fritz, egyet értesz? Nem igazán tetszik a gondolat, hogy két elítélt bűnözőként lássam. És ott van még a tőzsdei tájékoztató. A jogász barátaimmal egyeztetve arra jutottam, hogy egy bűnvádi eljárás katasztrofális eseménynek minősülne. És valószínűleg eltiltás lenne a vége. Kay, ez igen, azzal... tökéletesen értem. Mind felelősséggel tartozunk a cégért és minden dolgozónkért, és az újság hosszú távú jólétéért. Ahogy mondja Kay. Igen. Azonban... A szerződésben arról is szó esik, hogy mi az újság küldetése. Kiemelkedő hírgyűjtés és tudósítás, igazam van? Igen. És az is benne áll, hogy az újság elkötelezett lesz a nemzetjóléte, valamint a sajtószabadság értékei mellett. Igen, de... Tehát senki sem mondhatja, hogy nem figyelmeztettük a bankárokat. De Ké, ezek rendkívüli körülmények. Valóban. Valóban. Egy újság számára, amelyik a Nixoni fehérházat bírálja, tudja garantálni, hogyha leközöljük, nem fogunk amerikai katonákat veszélybe sodorni? Nem gondolhatja komolyan. Most Mr. Bradleyhez beszélek. Fritz, nem mehet el odáig, ugye? Nem hagyom. Igen, elmehet, Arthur. És teljes mértékben az ő döntése. Ké, engedi, hogy Mr. Bradley ekkora könnyelműségre vegye rá. A vállalat öröksége forog kockán, és ha meg akarja Arthur védeni ezt az örökséget... Ez a vállalat régebb óta része az életemnek, mint bárkinek, aki itt dolgozik. Úgyhogy fölöslegesen prédikál az örökségről. És ez többé már nem az apám vállalata. És többé már nem a férjem vállalata. Ez az én vállalatom. És aki ezt másképp gondolja, az talán nem való a tanácsomba. Tudja garantálni nekem, hogy nyomtatásba mehet az anyag? 100%-ig. Rendben van. A döntésem végleges. És most megyek aludni. Itt Ben Bradley. Mehet. Igen, uram. Indítsa. Oké. Okay.
kezdenek! Mozgás, mozgás! A helyettes főállamügyész a vonalban. Kapcsold ide! Jó reggelt! Jó reggelt! William Rehnquist vagyok, az igazságügy jogtanácsosi hivatalán. Igen, uram. Mr. Bradley, azt a tájékoztatást kaptam a védelmi minisztertől, hogy a ma reggeli Washington Postban megjelent anyag olyan adatokat tartalmaz, amelyek az Egyesült Államok nemzetbiztonságával kapcsolatosak és szigorúan titkosnak minősülnek. Mint ilyet, ennek az információnak a publikálását az Egyesült Államok 18. számú kémkedési törvényének 793. szakasza szigorúan tiltja. Mivel a nyilvánosságra hozatal jóvá tehetetlen károkat okoz az Egyesült Államok biztonsági érdekeinek, tisztelettel kérem, hogy több ilyen jellegű információt ne közöljön az újságban, és jelentse ki, hogy előkészületeket tett ezen dokumentumok visszaszolgáltatására. Köszönöm a hívását, Mr. Rehnquist, de biztosan megérti, hogy vissza kell utasítanom a kérését. Köszönöm, hogy meghallgatott. Mi lesz most? Bíróságra megyünk. Még ma. Ha kedvező ítéletet kapunk, mi vagy akár a Times, akkor a jövő héten a legfelsőbb bíróság elé kerülünk. Mondd meg bennek, egy órán belül kész az a biztosan. Szeretném, ha minden dátumot fixálnánk 6-ától. Hűhozom az egész első részt. Nem akarok még egy csak cipőt vagy ruhát. Veszik meg őket. Bocsánat. Don, tudod, hogy kell rendszámra rákeresni? Bíró úr, a Timesban és a Postban leközölt cikkek diplomáciai és biztonsági katasztrófát idéztek elő. Pontosan hogyan idéztek elő diplomáciai katasztrófát? Miért tárgyalnának velünk más országok bizalmasan, ha ilyen titkok kikerülhetnek? Ez megnehezíti az elnök számára a kormányzást. Ha az elnök nem tud titkot tartani, nem tud kormányozni, nem kevesebb forró kockán, mint az elnöki hivatal integritása. Igen, tudom. Gondoltam, hogy nyugtalanítja a befektetőket, ezért is hívtalak. Igen, értem, hogy jó néhányan a visszalépést fontolgatják, de mi úgy érezzük... Persze, teljes merszélességgel támogatom. De azt egyértelműen kijelenthetjük, hogy növeli a Poszt ismertségét. Vajon publikálta volna a Poszt a partra szállás haditerveit is, ha előre megszerezték volna? Nem hiszem, hogy párhuzamot lehet vonni egy készülő európai invázió és egy Amerika vietnámi részvételét feltáró történelmi tanulmány között. A legfelsőbb bíróság újabb tárgyalást tűzött ki holnap reggelre, hogy közös nevezőre hozza az ellentmondásos ítéleteket a Pentagon iratok publikálásával és tágabb értelemben a sajtószabadság és az államtitok közti konfliktussal kapcsolatban. Bár abban egyetértettek, hogy... A legfelsőbb bíróság gyorsított eljárás mellett döntött. Holnap a Times-szal együtt várnak. Most minek örülsz ennyire? Mindig szerettem volna részt venni egy kisebb forradalomban. Megkérdeztem, mit tart az eddigi legfontosabb leleplezésnek a Pentagon dokumentumokból? A legfontosabb, hogy ennek az országnak a népe nem hagyhatja, hogy az elnök egymaga kormányozza az országot. A külpolitikában épp úgy, mint a belpolitikában, a kongresszus nélkül. Megdöbbentett, hogy Johnson elnök úgy nyilatkozott a leleplezésekről, mint hazaárulásról. Mert ez azt csugatta számomra, hogy ami beárnyékolja egy bizonyos kormányzat és egy bizonyos személy hírnevét, az árulásnak minősül. Ami már-már azt jelenti, hogy én vagyok az állam. De ez egy demokratikus ország. Ben? Az alkotmány talán... Úgy, hogy a hatalmi ágak szétválasztása... Mi a csodát művel? Istenem! Mindegyik követte a példáját, és lehozták az iratot.
Legalább nem vagyunk egyedül. Mm-hmm. Bármi történik is holnap, a Washington Post már nem kis jelentéktelen újság. Elnézést kérek. Mrs. Graham, van egy bejárat oldalt a fellebbezők számára. Ó, nagyon szépen köszönöm. Elnézést, hogy ennyire sietek, csak már itt kéne lennem. Fél órája, de le kellett másolnom a vádiratot, és akkora forgalom volt. Ugyan. Ki hitte volna, hogy ilyen sokan lesznek. Igen, hihetetlen. Maga Roger Clark asszisztense? A kormánynak dolgozom. A kormány jogi képviseletének. Szóval az ellenoldalon. Mrs. Graham, talán nem lenne szabad ezt mondanom, de a bátyám még Vietnámban van, és remélem ön nyer. És amúgy is, örülnék, ha valaki kiosztaná őket, de ne mondja el a főnökömnek, hogy ezt mondtam, azért is kirúgna, hogy beszéltünk. Ben? Fritz? Hogy van, fiam? Roger? Mondtam, hogy legyen itt 8-ra. Itt is voltam 8-kor, de Richard visszaküldött, hogy... Richard a főnöke? Nem, de ön nem volt itt. Adjuk a kifogásokat, üljön le. Mrs. Graham? Jó reggelt. Jó reggelt, uraim. Jó látni magukat. Örvendetes, hogy végre egy oldalon állunk. Tudja, mi örvendetes? Napi szinten jelen lenni az újságja cím oldalán. Rengeteg ember olvashat most rólunk, Bostontól Washingtonig. Igen, azt hiszem, ez most helyén való. Amilyen sok forog kockán. Álljanak fel! Az Amerikai Egyesült Államok legfelsőbb bíróságának főbírája és társbírói. Figyelem, figyelem, figyelem! Mindazoknak, akik idézést kaptak a legfelsőbb bíróság főbírája elé. Mr. Rosenthal! Mr. Sandberger! Ön szerint önöknek kedvező ítélet fog születni? Van okunk az optimizmusra. 27 kongresszusi képviselő nyújtott be támogatói kérelmet. Akár csak a polgári szabadságjogok kéne. Ez kéne. Amit közölnünk kellett, azt már mind elmondtuk. Erősen bízunk benne, hogy a joga mi oldalra, és hogy a legfelsőbb bíróság síkra száll majd az első alkotmánybódosítás mellett. Meg Greenfield. Rendben. Emberek, figyelem! Figyelem! Megvan a döntés! Megvan a döntés! És hová mentek? Ugyanak. A legfelsőbb bíróság ítéletet hozott. Az eredmény... 6-3! 6-3! Mi nyertünk! Mi nyertünk! És velünk együtt a Times! Éljen! Nem semmi! Ne szállj el! Ne szállj! Jó rendben. Figyelem, emberek, figyeljetek! Legbíró véleménye. Mondjad. Az alapító atyák a szabad sajtónak azért adtak védelmet, hogy betölthesse lényegi szerepét a demokráciánkban. A sajtónak a népet kell szolgálnia, nem a kormányt. Köszönöm.
ki. Tudja, mit mondott a férjem a hírekről? A történelem első piszkozatának nevezte. Ez szellemes, nem? Hát igen, nem mindig döntünk jól, nem vagyunk mindig tökéletesek, de azt hiszem, ha mindig törekszünk rá, akkor jól csináljuk, nem igaz? Úgy bizony. Lawson benézett hozzám ma reggel. Az igazságügy még mindig fontolgatja, hogy büntető eljárást indít ellenünk. Nem vagyok meglepve. És nem is aggódik. Nem, Catherine, az az ön asztal. Igen, minden bizonnyal. Hála Istennek a bírói döntés egyértelmű volt. Mérget vennék rá, hogy Nixon be is állogé. Helyes, mert tudja, nem hiszem, hogy még egyszer végig tudnék csinálni egy ilyet. Szeretném, ha megértené, hogy mostantól kezdve soha egyetlen riporter se juthat be a Fehér Házba a Washington Posttól, világos? Tökéletesen. Ki vannak tiltva a Fehér Házból, a Szent Misékről is, mindenről, amin Mrs. Nixon részt vesz. Szóljon Connie-nak, de Mrs. Nixonnak nem, mert ő jóvá hagyná. A Washington Post egyetlen újságírója sem teheti be a lábát többé a Fehér Házba. És a fotóriportereik sem. Egy fotós se, világos? Nincsenek soha kivételek. Ezt vegye szó szerint, és ha kell, akár ki is rugom magát, megértette? Igen, uram. Teljes, nagyszerű, remek. Washingtoni rendőrség második körzet. Jó estét, Frank Wills vagyok. Feltehetően betöréses rablás zajlik a Watergate épületben. Magyar hangok. Ráckevei Anna, Kőszegi Ákos, Juhász György, Hirtling István, Rutkai Laura, Harmat Imre, Kassai Károly, Renát Zoltán, Szabó Máté, Csankó Zoltán, Kisfalvi Krisztina, Csuha Bori, Hajdú Sztív, Rosta Sándor, Fekete Zoltán, Fehér Péter, Áron László, Kertész Péter, Gyurigy István, Konrád Antal. Magyar szöveg Csalló Kinga. Vágó Orosz Dávid. Hangmérnök Kelemen Tamás. Gyártásvezető Boskó Andrea. Szinkronrendező
Kosztola Tibor. A szinkron a Freeman film megbízásából a Pannóniában készült 2018-ban. Produkciós vezető Kovács Anita.